felhasználható támogatások felhasználási köréből. Azt gondoljuk, hogy ennek a pénzügyi alapnak és ezt felhasználó társulásoknak a célja az, hogy megfelelő tájékoztatás és ellenőrzési tevékenységet folytassanak a lakosság körében, illetve a nukleáris tevékenységre vonatkozóan. Nem kívánatos, hogy ilyen barterügyletek keretében különböző településfejlesztésre kaptok egy sportcsarnokot, hogyha nem köttök bele a nukleáris hulladék tárolóba jellegű barterek felhasználására menjen el a nukleáris pénzügyi alap. Ennek célzottan a tájékoztatást és az ellenőrzést kell szolgálnia. Hatos ajánlási ponton a nyilvánosság fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Azt szeretnénk, hogyha a nukleáris vészhelyzet esetén, rendkívüli esemény nukleáris baleset esetén az ezzel kapcsolatos információk környezetvédelmi törvénynek megfelelően közérdekű adatnak és a nyilvánosság által megismerhető adatnak nyilvánít tudnának a társadalomnak jogos igénye, hogy a társadalom kockázatviselését alapvetően befolyásoló eseményekről átfogó és teljes tájékoztatást kapjon. Azt gondolom, hogy erre nem is kell Fukushimáig menni, a 2003-as paksi üzemzavar során a tájékoztatás messze menően nem volt kielégítő, és a paksi atomerőművel kapcsolatos információk nyilvánosságának a szélesebb köre az mindenképpen a megfelelő társadalmi kockázat mérlegelést elősegíteni. A 8-as ajánlási ponton a hatás terület, amelyet a jelenlegi törvényjavaslat a biztonsági övezettel azonosként határoz meg, ezt javasoljuk a környezetvédelmi törvényben meghatározott hatásterülettel azonosítani. Az ATV a hatásterület fogalmát itt kizárólag az ügyféli jogok vonatkozásában érinti, és a környezetvédelmi törvény rendelkezik arról, hogy külön törvények rendelkezzenek, különösen például a nukleáris energiáról és a rádióaktivitás felhasználásával kapcsolatban hatásterületről, és miután a ATV a hatástet, az atomtörvény a hatásterület fogalmát nem is határozza meg tartalmilag, ezért javasoljuk, hogy itt egy környezetvédelmi törvénnyel azonos definíció kerüljön meghatározásra. 12-es ajánlási ponton a biztosíthatja, tehát az atomenergia felügyeleti szerv a nukleáris létesítmény helyszínén fizikai jelenléttel biztosíthatja a felügyeletet, ezt ne biztosíthassa, hanem legyen köteles biztosítani. Meggyőződésünk, hogy indokolt a folyamatos fizikai jelenléte és ellenőrzése a hatóság részéről a nukleáris tevékenységet folytató létesítménynek, és tekintve, hogy lejárt az idő, majd egy következő felszólásban még röviden a többi módosító indítványról felszólalnék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meg is adom a szót Jávor Benedek képviselőnek, újabb 6 percén. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 12-es ajánlási, erről beszéltem az előbb, 13-as ajánlási ponton. Erről már a bizottsági ülésen viszonylag hosszabban szót ejtettünk államtitkár úr jelenlétében. Ugye ez az egyik kritikus pontja a törvénynek, hogy vajon milyen tevékenységeket lehet az átalakítással kapcsolatban megkezdeni az engedély kiadása előtt. Mi azt gondoljuk, hogy minél szűkebb körben indokolt korlátozni azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyeket az engedély kiadása előtt előkészítő tevékenységként az átalakítás során a beruházó megtehet, és itt egy olyan pontosító szövegrész beiktatására teszünk javaslatot, amely eredetileg célzott célt, hát talán jobban vagy pontosabban
írja körül, hogy mely nem engedély köteles átalakítási munkákat, előkészítő tevékenységekről lehet is itt szó. 14-es ajánlási ponton ismét az ellenőrzési tervek elkészítésének a szükségességére hívjuk föl a figyelmet, havonta, negyedévente és évente végrehajtott rendszeres ellenőrzések, ellenőrzési terv szerinti ellenőrzések beiktatását tartjuk szükségesnek. 15-ös ajánlási ponton ez egy olyan módosító javaslatunk, amely a bizottsági ülésen a kormányoldal támogatásáról biztosított. Én csak azt merem remélni, hogy ez a módosítókról való szavazási kitart, ez a támogatás nem járunk úgy, mint a világörökség törvényben, ahol menet közben elfogyott a támogatás egyes módosító indítványok mögül. Itt egész egyszerűen az elévülés határidejének a kitolását javasoljuk 6 hónapról 1 évre, illetve 2 évről 5 évre. Egész egyszerűen azt gondoljuk, hogy az építési törvényben is ezek az elévülési határidők szerepelnek. Nem gondoljuk, hogy az építési törvénynél megengedőbb elévülési határidőket kéne az atomtörvényben meghatározni, tehát az építési tevékenység nem tekintjük lényegesen kockázatosabbnak, mint az atomenergia használatát. Tehát azt gondoljuk, hogy legalább az azonos elévülési határidőknek a elrendelése az szükséges és indokolt. 24-es ajánlási ponton az érvényesítési eljárásokat szeretnénk beemelni a szabályozásba, hogy ne csak a hatósági rendszerekre és eljárásokra vonatkozó szabályozásra kapjon felhatalmazást és felszólítást a kormány, hanem ezek érvényesítési eljárásaira vonatkozóan is, hát egyfajta ilyen szorgalmazó kitétel a kormány, mint jogalkotó felé. És végül a 30-as ajánlási ponton javasoljuk az 52. tehát a hatályos atomtörvény 52. paragrafus első bekezdésében szereplő résznek a törlését olyan értelemben, hogy szűnjön meg az atomkárért való felelősség felső összeghatárhoz való kötése. A jelenlegi törvényben 100 millió SDR-ben határozzák meg ezt a felső határt. 100 millió SDR jelenleg 25 milliárd forintot jelent maximum. Tisztelettel jelentem, hogy a kolontári katasztrófának ennél nagyobbak a kárai. Nem látjuk indokoltságát, hogy egy kolontári katasztrófánál összehasonlíthatatlanul nagyobb katasztrófa bekövetkeztének a lehetőségét is magában hordozó tevékenységnél ennél alacsonyabban szabjuk meg a kárért viselt felelősségnek a felső összeghatárát. Azt gondoljuk, hogy szükséges, hogy az atomenergia használatával kapcsolatos tevékenységet végző helytájon az általa esetlegesen okozott károkért összeghatár nélkül. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Több jelentkezőt nem láttuk, a részletes vita szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 31-től a 34-ig terjedő pontokra. Bödecs Barna képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, igen, rövid leszek a második szakaszban, a 32-es, 33-as ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni. A 32-es ajánlási pontban lényegében a biztonsági fegyveres őrségre is kiterjesztenénk ugyanazokat az elvárásokat, mint ami a atom létesítmények alkalmazottaira az előző vitaszakaszban ismertettem. Ez nem élvez támogatást a kormány oldal részéről. Javaslom ennek megfontolását a biztonságunk érdekében. A 33-as ajánlási pontot a kormány képviselője a bizottsági vitában támogatta, így a bizottság is támogatta ennek kapcsán pusztán azon reményemet szeretném megerősíteni, hogy ez a támogatása végszavazásig is fennmarad, és köszönöm szépen, hogy szólhattam. Köszönöm szépen, képviselő úr. Több felszólaló nem jelentkezett a részletes vita szakaszát, és a részletes vita egészét lezárom. Megadom a szót Bencsik államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az atomenergia békés célú használata egy olyan téma,
amellyel kapcsolatosan nem maradhatnak elvarratlan szálak, így a részletes vitában elhangzottakra is válaszolni szükséges, illetve Jávor Benedek képviselőtársunknak volt egy olyan felvetése még az általános vita idején, amelyre korrekt válasz nem hangzott el. Ezt szeretném pótolni, és mindenkitől szeretnék elnézést kérni, hogy a korai óra ellenére néhány percig még a türelmüket igénybe kell vennem. Az üzemidő hosszabbítással kapcsolatos kérelmet, amellyel kapcsolatosan Jávor Benedek képviselő úr még az általános vita során felvetette azt, hogy az üzemidő hosszabbításának a kérdése körmünkre ég. Tehát ezzel kapcsolatosan mondanám, hogy a kérelmet a tervezett üzemidő lejártát legalább egy évvel megelőzően, vagyis az egyes blokk esetében 2011. december 12-ig kell benyújtani. Az üzemidő hosszabbítással kapcsolatos munkák természetesen már évekkel ezelőtt a parlament felhatalmazása alapján megkezdődtek. A Paksi atomerőmű az üzemidő hosszabbítási programot határidőben benyújtotta, az Országos Atomenergia Hivatal a programot jóváhagyta, annak végrehajtása az előírásoknak megfelelően halad. Az üzemidő hosszabbítás tekintetében az új nukleáris biztonsági szabályzatok korszerű követelményeket állapítanak meg. Az új szabályzat a kormány által a közeljövőben kerül elfogadásra, és kihirdetésére a jelen törvény módosításával egyidejűleg kerülhet sor. A törvény javaslat egyik fontos eleme az átalakítás és az átalakítás engedélyezése. Jávor képviselő úr is ezzel kapcsolatosan terjesztett be több módosító indítványt is. A korábbi hozzászólások alapján érdemes ezt a témakört ismételten átbeszélni és pontosítani, nehogy félreértések nehezítsék a törvényalkotási szándék megértését. Ezért a törvény javaslata nukleáris létesítmények, rendszerek, rendszerelemek átalakításának engedélyezési eljárását a nemzetközi trendek, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlása alapján a nukleáris biztonsághoz fűződő legfontosabb érdeket mindvégig szem előtt tartva módosítja. Ezzel kapcsolatosan egyrészt hangsúlyozni kell, hogy az átalakításról van szó, a módosított engedélyezési eljárás tehát nem érinti sem az üzemidő hosszabbítással kapcsolatos engedélyezést, sem pedig a majdani esetleges bővítéssel kapcsolatos eljárásokat. A cél az átalakítási eljárások egyszerűbbé, átláthatóbbá tétele a nemzetközi környezet és a hazai gyakorlat tapasztalatai alapján. Azzal a felvetéssel kapcsolatban, miszerint a hatóságra nagy nyomás nehezedik majd, amikor azt látja, hogy igen költséges beruházások, előkészítő munkálatok történtek, ennek ellenére az engedély kiadásának feltételei hiányoznak, hangsúlyoznom kell, hogy a hatóság az atomenergia békés célú alkalmazása során a nukleáris biztonságért felelős hatóság e feladat ellátására jött létre, minden eljárása a nukleáris biztonság elérhető legmagasabb szintjének megvalósulását szolgálja, nem mérlegelhet más szempontokat. Az Országos Atomenergia Hivatal az átalakítás előkészítésének kezdetétől jelen van, hiszen a tervezett munkálatokról az engedélyes köteles tájékoztatni a hatóságot. Amikor a hatóság az átalakítási engedély kiadásáról dönt, továbbá amikor felügyeli az átalakítást, kizárólag a nukleáris biztonság szempontjait tartja szem előtt. A nukleáris biztonságot veszélyeztető nem megfelelőség esetén meghatározott intézkedések megtételét írja elő, illetve az átalakítás előkészítését vagy az átalakítás folytatását megtiltja, az engedélyt visszavonja. A hatóság határozatának végrehajtását a bíróság sem függesztheti fel. Ahogyan pedig az már többször elhangzott, az engedélyes az átalakítás végrehajtását, üzembe helyezését kizárólag az átalakítási engedély birtokában kezdheti meg. Nem kérdés, hogy ma az atomenergia alkalmazása kapcsán a fukushimai események következtetéseinek levonása az emiatt szükséges lépések megtétele óriási jelentőséggel bír. Nukleáris kérdésekben ezért a nyilvánosság alapvető fontosságú,
Jávor Benedek képviselő úr indítványa is e nyilvánosság megteremtését, illetve kiszélesítését szorgalmazzák. Ugyanakkor a környezeti információval kapcsolatos kérdések szabályozása nem az atomtörvény feladata, mert ez nem csak nukleáris területet érintő kérdés. A környezeti információval kapcsolatos rendelkezéseket a környezetvédelmi törvény tartalmazza, amelynek a 12. paragrafus 2-es bekezdése kimondja, hogy mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat, mint közérdekű adatokat megismerni. E külön jogszabály a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005-ös kormányrendelet, melynek második paragrafusa határozza meg a környezeti információ körét. Azt is el kell mondani, hogy minden információ nyilvánosságra hozatalát, ahogyan ezt egy módosító javaslat tartalmazza, egyetlen nemzetközi egyezmény sem támogatja, tekintettel a fizikai védelemre vonatkozó adatokra, információkra. Emellett az indítványban szereplő adatok egy része, például a nukleáris létesítmény vagy annak berendezései leállításával és újraindításával kapcsolatos adat, nem is környezeti információ. A módosító indítvány emellett figyelmen kívül hagyja a már létező és működő tájékoztatási rendszer felépítését és egyes elemeit, így azzal számos ponton átfedésben van, valamint nem határozza meg a kiadni javasolt információ pontos körét. Az atomtörvény jelenleg is és a jövőben is kimondja, hogy az atomenergia felügyeleti szerv alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, a nukleáris baleset elhárítással kapcsolatos hatósági feladatokra vonatkozó tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása is. A módosítás révén bekerül az atomtörvénybe az a szabály is, amely szerint a hatóság köteles tájékoztatni a közvéleményt az atomenergia alkalmazásának biztonságáról, nukleáris védettségéről, saját tevékenységéről, fontosabb döntéseiről, az alkalmazott biztonsági, védettségi és biztosítéki követelményekről. Ami a központi nukleáris pénzügyi alappal kapcsolatos hozzászólásokat, javaslatokat illeti, szeretném megismételni, hogy a beterjesztett törvényjavaslat célja e tekintetben az üzemanyagciklus lezárásával kapcsolatos új gondolkodás, koncepció, kidolgozás, elvi lehetőségének megteremtése, így részben tartalmazza a kutatás fejlesztéssel kapcsolatos felvetéseket is, valamint az állami számvevőszék által lefolytatott vizsgálatok alapján megfogalmazott javaslatoknak az átvezetése. Az állami számvevőszék vizsgálat azt kifogásolta, hogy az alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak juttatott támogatás területfejlesztési célokra is felhasználható. A törvényjavaslat ennek megfelelően a területfejlesztési célú felhasználás lehetőségét törli, további szűkítés azonban nem indokolt, tekintettel arra, hogy a társulások szerepvállalása nélkülözhetetlen a létesítmény közelében élők tájékoztatása szempontjából. Ehhez kapcsolódva kell megjegyezni, hogy a támogatások egyértelmű elvek és átlátható módon történő szabályozására a kapcsolódó kormányrendeletben kerül sor, e jogszabály módosításának előkészítése a jelen törvénymódosítással egyidejűleg szintén folyamatban van. Végezetül a hatóság által elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatos felvetésekkel összefüggésben, bár e kérdésekre az általános vita során egy alkalommal már kitértem, ismételten jelzem, hogy a hatályos szabályozás alapján a hatóság a nukleáris létesítményekben bármilyen tevékenységet jogosult ellenőrizni, amely a nukleáris biztonságot érintheti, függetlenül attól, hogy az engedélyhez kötött vagy sem. A törvény az ellenőrzések tekintetében csak alapvető szabályokat tartalmazza, a részletes rendelkezéseket a már említett nukleáris biztonsági szabályzatokat tartalmazó kormányrendelet határozza meg. Az Országos Atomenergia Hivatal évente mintegy 200-300 ellenőrzést végez a paksi atomerőmű telephelyén és a hatóság budapesti székhelyén,
folyamatosan működteti beépített ellenőrző rendszerét, amely ellátja a hatóságot az ellenőrzéshez szükséges alapvető műszaki adatokkal. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, köszönöm a megtisztelő türelmüket és figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést TPER 3298. sorszámon, a Gazdasági és Informatikai Bizottság ajánlását pedig TPER 3298/5. Sorszámon kapták készhez. Megnyitom a részletes vitát az ajánlás egyetlen pontjára, amely a hajózási engedély aluli kivételt módosítja a víziközlekedési törvényben. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben, és közben 2 percesek is lehetnek. Jelentkezőt nem látok, a részletes vitát ezért lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni. Nem kíván. Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Jó. Tisztelt országgyűlés, soron következik a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 84. törvény módosításáról szóló törvény javaslat részletes vitája. Kovács Zoltán, Láng Zsolt és Bartos Monika, Fidesz képviselők önálló indítványát a TPER 3092. sorszámon, a Gazdaság és Informatikai Bizottság második ajánlását pedig TPER 3092/5. Sorszámon kapták készhez. Megnyitom a részletes vitát a beérkezett módosító javaslatra, amelyet az ajánlás első, második és harmadik egymással összefüggő pontjai tartalmaznak. Látom a képernyőn, hogy Szilágyi Péter, LMP-s képviselő kíván felszólalni 6 perces időkeretben. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon rövid leszek, nem szeretnék visszaélni az idejükkel. Eredetileg nem is szándékoztam felszólalni, de a Gazdasági Bizottság egy olyan fontos módosítót nyújtott be, aminek a jelentősége semmiképpen nem teszi megkerülhetetlenné, hogy beszéljünk róla a házban. Ugye az eredeti javaslat is arról szólt, hogy a gépjármű adásvétele során a jogbiztonságot növeljék, és ezért a gépjármű nyilvántartásra vonatkozó olyan pozitív szabályozást hozott be a javaslat, amelyet mi is támogatni tudunk. Ezért én is benyújtottam egy olyan módosító javaslatot, ami szintén ezt a célt szolgálta volna, azonban számomra értetetlen okok miatt ezt a Gazdasági Bizottság túlterjeszkedőnek nyilvánította, majd ezt követően ők is benyújtottak egy javaslatot, ami szerintem semmiképpen sem kevésbé túlterjeszkedő, mint az én jó szándékú javaslatom lett volna. De hogy rátérjek a bizottsági módosító javaslatra, alapvetően üdvözölni tudjuk ezt a javaslatot. Végre eljött az ideje annak, és a kormány, illetve a Gazdasági Bizottság is fontosnak találta azt, hogy a nemzeti nepper sportot megszüntessék Magyarországon. Itt arról van szó, hogy a használt gépkocsi vásárlásnál elsősorban a kereskedők előszeretettel használták a vevők megtévesztésére azt a módszert, hogy a kilométer óra számlálót visszapörgették, így kézzelfogható kárt okoztak az adásvételben résztvevő felek számára. Amikor néztem ezt a javaslatot, megvizsgáltam néhány külföldi gyakorlatot is, és azt tapasztaltam, hogy számos országban, Németországban, Ausztriában és Svédországban leginkább a büntetőjogi eszközökkel kívántak ezen a jelenséggel szemben fellépni, illetve Svédországban visszavásárlásra való kötelezés is felmerült, mint jogi eszköz. Míg az angolszász országokban különböző szolgáltatóknál lehetett kérni
hogy a tulajdonváltáskor és biztosítási eseményekkor a kilométer órát egy nyilvántartásba bejegyezzék, és ezt a vevő jelölt ezt bármikor lekérheti. A magyar példa ehhez képest is, hát hogy is mondjam, széles körű, és a közúti ellenőrzések során is kötelező lesz a jövőben ezt a kilométer óra állást feltüntetni ebben a nyilvántartásban. Ezt mi alapvetően üdvözölni tudjuk, azonban nem látjuk pontosan, hogy ennek a gyakorlati kivitelezése hogy fog megtörténni, hogy minden egyes alkalomkor, amikor a rendőr megállít valakit az úton, akkor minden egyes alkalommal be fog-e tekinteni az ablakba és felírja a kis noteszében a kilométerállást, vagy pontosan nem tudjuk, hogy néz ki. Azán az én kérdésem a nemzetközi példákat is tekintve, hogy még jobban kiterjesztve ezt a szabályozást, gondolkodtak-e azon, hogy a biztosítási eseményekkor is legyen kötelező a kilométer óra állás rögzítése ebben a nyilvántartásban, a gépjármű nyilvántartásban, illetve elegendő időnek tartják-e a felkészülési időt, hogy ez a módosító javaslat 2012. január 1-én lépne életben. Amennyiben ezekre a kérdésekre választ kapunk, tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Bartos Monika képviselő kisasszonyt, hogy most vagy a határozathozatal előtt kíván válaszolni a vitában elhangzottakra majd később. Köszönöm szépen. A módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Tisztelt Országgyűlés, sokan következik a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozati javaslat részletes vitája. Font Sándor és Ivanics Ferenc Fidesz képviselők önálló indítványát a HPR 3247. sorszámon az Alkotmányügyi Bizottság második ajánlását HPR 3247/8. Sorszámon, harmadik ajánlását pedig HPR 3247/10. Sorszámon kapták készhez. Tájékoztatom önöket, hogy a mai napon Sebestyén László képviselő úr csatlakozott az előterjesztőkhöz. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat egy vitaszakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, mindenki ébren van. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége javaslatot elfogadta. Megnyitom a részletes vitát a második ajánlás első és második, valamint a harmadik ajánlás első pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 15 perces időkeretben. Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem képviselő urat, hogy kíván élni a szólás lehetőségével. Sebestyén képviselő úr jelzi, hogy nem. Tisztelt Országgyűlés, ezért a részletes vitát lezárom, mivel felszólaló nincsen. Módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes egészségügyi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés TPR 3357. sorszámon, az Egészségügyi Bizottság ajánlását pedig TPR 3357/69. Sorszámon kapták készhez. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a törvényjavaslat által érintett törvények tárgyára figyelemmel két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Felkérem Göndör István jegyző urat, ismertesse a javasolt vitaszerkezetet. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban az ajánlás 1-től 35-ig terjedő pontjai, valamint a 37. és 38. pontok szerepelnek. Ezek az egészségbiztosítási, a népegészségügyi és a szakmai kamarai törvények egyes rendelkezéseit módosítják. A második vitaszakaszban pedig a 36. pont
továbbá a 39-től 69-ig terjedő pontok szerepelnek, amelyek a gyógyszertörvények szabályainak módosítását kezdeményezik. Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés, kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kész felemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalások kezdetén jelezzék, hogy a bizottság ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Megnyitom tehát a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-től 35-ig terjedő pontjaira, valamint a 37. és a 38. pontokra. Megadom a szót Szilágyi László LMP-s képviselő úrnak 6 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. A 2-eshez szeretnék hozzászólni, az 5-től